Na, mi együtt voltunk ott a Bajor erdőben Szabó Lacival. A Szabó Laci egy építész volt Budapesten. A felesége volt Mária Anna színésznő. Elég az hozzá, hogy ő ott, mint az amerikaiak bejöttek, ő azzal kereste a kenyerét, nem kenyerét, hanem cigarettáját és csokoládéját, ami aztán kenyérre változott, hogy lement a kaszárnyába a katonákhoz, és azt kérdezte, kinek van egy fényképe a kedveséről, és ő arról csinál egy nagy képet. Tehát akadtak, voltak. És nagyon szépen keresett ezzel. És egyszer ott van, és jön az ezredes. És meglátja ezt a civil ruhás embert, kérdezi, hogy micsoda. Mondják neki, hogy ez egy művész, egy festő. Van, nagyon jó. És mindjárt tolmáccsal oda megy hozzá, és azt mondja, hogy hát szeretném a feleségemről festeni egy képet. Laci, erre már megijedt Laci, mert ő nem volt festő. És hogy hát nem lehet. Azt mondja, hogy semmit nem lehet kapni a boltokban, elvez, ecsetem sincsen, festék sincsen. Az ezredes mondja, az semmi. Írja fel egy papírra, hogy mire van szükség. És én megyek hónap úgyis Svájcba, és meghozom, ami kell. Hát, Laci, ezt Toton mesélt el, elkezdett írni papírra, egyik ívról a másikra. Felírt mindent, amit, hogy olyan hosszú listát adott az ezresnek, hogy biztos volt, az ezres ránéz a listára, és nem fogja megvenni mindezt. Szóval 72-re jött fel, hogy kitolt az ezressel. Egy hét múlva egy jeep hajt fel oda a dombra, ahol éltünk, és azt mondja a katona, hogy az ezredes úr akarja látni magát, Szabó Laci. Hát Laci lemegy, ott az ezredes irodájában van három óriási nagy láda. Szóval itt van minden, amit felírt. Mikor tudja elkezdeni a feleségemet? Most már Laci komolyan megijedt, azt mondja, hogy hát sajnos most el vagyok foglalva, majd ígéretem szerint most egy portrét készítek erről vagy arról. Azt mondja, jó van az ezredes, hát mikor? Három hét múlva? Három hét múlva. Jó, három hét múlva. Laci még szintén mind gondolta, hogy hát talán az ezredes elfelejti három hét alatt. De akkor már az olyan ilyet volt. Nekem volt egy barátom Münchenben, aki festő volt. És azt mondja, Laci, hát menjünk le. Hát lementünk oda hozzá Münchenbe, hogy három nap alatt megtanítja Lacit festeni. Meg is tanította. Mikor hazatértünk, azt mondja, Laci, még van három napunk, mielőtt az idő letelik. Hát üljél le nekem, megpróbálok lefesteni. És ez volt az a kép, amit ő festett rólam. Ott ültem Bajor erdőben egy kis szobában előtt, és ezt festette le. Ez volt az első festménye. Aztán ő kivándorolt Argentinába. Nem tudom, hogy ő ma még él, vagy nem. De amíg élt, ő volt Argentína legnagyobb portréfestője. Evita Perón képét ő festette, amit mind ismerünk, azt a képet. Peronnak a képét, az összes trábornokok, generálisok, államférfiak képét mind ő festette. Nagyon jól keresett vele. És ez volt az első festmény, amit ő festett. Ezen tanult. We better not say. Oh, there. I'm going to pick up that picture from your shelf in the closet. Caught everyone's attention. Mm-hmm. Ezt egy barátom festett ezt a képet kanadai tóról.
És úgy tréfából mondtam neki, hogy valami hiányzik abból a képből. Hát mi? Hát mondom, a jávorszarvas. Az ember egy ilyen tóhoz elérkezik Kanadában, amit lát, az ellenkező part mellett a vízben ott áll a jávorszarvas. Azt mondja, hát azt benne teszem. És aztán ott van a jávorszarvas. Úgy is hívjuk ezt a képet, hogy a jávorszarvas. A múz. Na most bevadásztak. De nem látom. Nem látod? Nem én. Pedig ott van. Ott van abban a sarokban. Az a barna folt. Ott van, adott. That is not nice. Don't take my picture. Na, itt vagy. Menjünk arra az erdő felé. Jó. Jó. Kellett volna, hozzuk a kutyát is.